Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a péntektől péntekig című villámbeszélgetést látják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdájom, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, visszatekintésünket kezdjük az elmúlt hétvégére, egészen pontosan a péntek és a szombati nappal. Kezdjük a péntekkel, az 5. Szavária filmszemlének a zárónapja volt, és hát akkor ez díjkiosztó ünnepség. Nagyon sok értékes alkotás volt ismételten a Szavária filmszemlén. Szám szerint 205 filmet néztek összességében, ez 78 óra és 22 perc volt, és annyit kell még megjegyezni, hogy 4 kategóriában jelentkeztek, és 4 kategóriában vetítették és versenyeztek, vetítették a filmeket és versenyeztek. Alapjában véve az egy újdonság, hogy a diákfilm kategória, amely a fiatal alkotóknak a bemutatkozását jelentette, ez is megjelent. Nagyon örülök neki, hiszen hogyha a fiatalok itt vannak, akkor folytatódik a dolog. Színvonalas, jó verseny volt, és hát nem a verseny volt a lényege, hanem értéket teremtett, és nagyszerű képi, művészeti dolgokat, filmeket láthattunk. Ez volt az egyik dolog, a következő a szombaton volt. Szombaton Budapesten a Magyar Olimpiai Bizottságnak az ülése volt. Az új felállásban most ülésezett először az Olimpiai Bizottság, hiszen nem tudom mennyire köztudott, körülbelül felére csökkent az Olimpiai Bizottság tagjainak létszáma, és hát ebben a felállásban most üléseztünk először. A munkahét, hogy így fogalmazzak, hétfőn egy visszaemlékezéssel kezdődött meg, a holokauszt volt a témája. Az Életmenete című kiállítás érkezett el ide Szombathelyre, nagyjából olyan száz városban lehetett már ezt látni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan vagonban, amiben a II. Világháborúban, a holokauszt idején elszállították a zsidókat, egy olyan vagonban volt egy kiállítás, ami az akkori időket idézte. Az egész rendezvénynek az a lényege, hogy emlékeztessen a holokausztra, emlékeztessen arra, hogy ilyen ne történjék, soha ne történjék a világban. Ha már a holokausztról beszélünk, akkor egy kicsit a kronológiától térjünk el, és egy csütörtöki eseményre hívnám föl mindenkinek a figyelmét. Egy konferencia, illetve könyvbemutató volt csütörtök délután. Megtisztelt bennünket a lengyel nagykövet. Konferenciának a fővédnöke egyébként Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke. A konferencia arról szólt, hogy a lengyel és a magyar katolikus egyház annak idején a II. Világháborúban, a vészkorszakban zsidómentő tevékenységet végzett. Kifejezetten érdekes konferencia volt. Olyan aspektusból világította meg a holokauszt idejét és a holokauszt történéseit, ami nem nagyon ismert. Nem nagyon ismert, vagy legalábbis nem nagyon beszéltek róla, hogy bizony a magyar meg a lengyel katolikus egyháznak is elévülhetetlen érdemei vannak az akkori zsidómentésben. De hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez a szombathelyi zsidóságnak a tragédiája, amit a megmentettek ellenére azért nagyon sokan meghaltak. Polgármester úr, térjünk akkor vissza az eredeti kronológiához, egészen pontosan a hétfői napon. Ezen a napon tartotta meg a Vasmegye Rendőrfőkapitányság az állománygyűlését. Brennár János boldoggá avatása kapcsán óriási nagy biztosítás volt, rendőri biztosítás, mentőszolgálati biztosítás. Eztnek a végső köszönete volt az a rendezvény, ami állománygyűlést jelentett a rendőrség tagjai számára. Köszönöm szépen mindenkinek, ki részt vett
ebben a rendezvény megszervezésében, a rendezvény biztosításában. Köszönöm szépen mindenkinek azt a profizmust, amivel végül ez egy tökéletesen biztonságos rendezvény volt, pedig hát voltunk 15 ezeren legalább. Elismerések átadására is sor került. A Szombathely közrendjéért díjat itt adtam át Szakály Szabolcsné rendőr alezredesnek. Azt tudjuk, polgármester, hogy nagyon szereti a könyveket. Gondolom azok, amelyek Szombathelyről szólnak, azok még közelebb állnak a szívéhez. Több szép könyv bemutatójára sor került, ez két könyv bemutatót jelent. Az egyik a Szombathelyi temetők és kripták megjelenítése, Merklin Tímea és Benkő Sándor munkája. A címe Semper Vivum Sabariense. A Szombathelyi temetőkről szól, a használatos és a bezárt Szombathelyi temetőkről. Arról szól, hogy a temetők a történelem, a temetők az őseink nyughelye, arról szól, hogy a temetőinket meg kell őrizni és meg kell ismerni. Ez a szombathelyi identitáshoz tartozik. Ugyanígy a szombathelyi identitáshoz tartozik a másik könyv, illetve ott két könyvnek a bemutatójáról volt szó. A Sarlós Boldogasszony Székesegyház történetéről, illetve a Székesegyház toronyórájának a történetéről szóló két csodálatosan szép kiállítású könyvnek a megjelentetéséről, bemutatásáról volt szó. Lendvai Rezső bajtársam, a főszerző, Koltai Ferenc elnök ura a másik. Az utóbbi időben polgármesterről szinte minden alkalommal tudunk beszámolni olyan felújításról, mely utcákhoz, terekhez, kerékpárutakhoz kapcsolódik. Ez a mai esemény alkalmával sem maradt ki. A Brucsár József utcának a felújításáról van szó. A Brucsár József utca Szombathely egyik legforgalmasabb útja. Összességében 300 méter hosszan, 7,5 méter szélesen sikerült rendbe tenni és megcsinálni, úgyhogy ez a Brucsár József utca felújítás, ez részben pályázati pénzből, részben szombathelyi pénzből történt. Ugye azt korábban elmondtam, hogy azt az elhatározást tettük, hogy 3 év alatt az utak jelentős részét megújítjuk, 0,5 milliárd, 1 milliárd, illetve 1,5 milliárd forintért, ez ennek a része. Egy nagyon jelentős 4 napos konferencia volt, van itt jelen pillanatban Szombathelyen, szerdán kezdődött. A 15. sporttudományi konferenciát tartották itt Szombathelyen. 2 évvel ezelőtt a 13-at is itt tartották, akkor ugye azt gondoltuk és mondtuk, hogy hát jó néhány év múlva kerül vissza a konferencia. 2 év múlva visszakerült, nyilvánvalóan ennek technikai okai mellett az volt a fő ok, hogy Szombathely azért jó gazdája volt annak idején is a sporttudományi konferenciának. Ez egy multidisziplináris konferencia, sok-sok szakterületnek a tudósai voltak, vannak itt, és a tudomány mellett Szombathelyen is ismerkedtek. A konferenciát részvételével megtisztelte Szabó Tünde államtitkárasszony is, és hát szerényen hadd mondjam el, hogy egy Szombathely sportjáról szóló előadást módon volt tartani, és nagy örömmel megtartottam ezt az előadást. Remélem, sikere is volt. A szerdai napon a civil fórum is ülésezett. Szombathelyen sok-sok civil szervezet van. Ezeknek a civil szervezetnek a tevékenységét igyekszik figyelemmel kísérni, meg finanszírozni az önkormányzat. Tehát erről is szólt, különböző elismerésekről is szó esett a civil fórum ülésén. Csütörtökön volt egy sajtótájékoztató, mégpedig a Szavária Történelmi Karnevál programjairól. 19. Szavária Történelmi Karnevál kerül megrendezésre. Ez Szombathely legnagyobb jelmezes játéka, sőt, mint a Közép-Európa legnagyobb jelmezes játéka. Összességében 27 helyszínen, 400-nál több programprodukció lesz, és hát a csúcspont
mint ahogy lenni szokott, mindig a felvonulás péntek esti, illetve a szombat esti felvonulás. Annyit még mindenképpen meg kell említeni, hogy egy nemzetközi tűzoltó találkozó lesz Bükön ezzel egy időben. Úgy beszéltük meg a rendezőkkel, hogy a szombati felvonulásra ők is tűzoltóautóval, korabeli tűzoltózenekarral díszítik és érdekesebbé teszik a felvonulást. Elérkeztünk polgármester úr a mai naphoz. Ugye reggel beszélgettünk, és a beszélgetésünk után polgármester úr egy jubileumi ünnepségen vesz majd részt. 120 esztendős Vasi Víz. Ez azt jelenti, hogy 120 éve, hogyha kinyitjuk a csapot, akkor folyik a víz. Ez egy tök normális dolog, az ember észre sem veszi, csak hogyha mögé gondol, akkor sok-sok tevékenység, sok-sok munka van amögött, hogy való igaz, a csapból folyik a víz. Ennek a víznek a fontosságáról, meg egyáltalán a Vasi Víz történetéről lesz egy központi rendezvény. Sokszor beszéltünk polgármester úr arról is, hogy milyen fontos az egészség, ehhez hozzátartoznak a különböző szűrőprogramok is. Az egészségérték, és attól függ, ha egészségesek vagyunk, akkor mindent meg tudunk csinálni, ha nem vagyunk egészségesek, akkor baj van. A betegséget megelőzni a legjobb, és a megelőzéshez az kell, hogy a prevenció kapcsán különböző szűréseken vegyünk részt. Itt egy szűrőkamion látogat el ismételten Szombathelyre. Ez évente ismétlődik, mindenkit bíztatok arra, hogy vegyen részt a szűréseken. Ne csak ezen a szűrésen, amit most itt a főtérre lehet tenni, hanem azokon a szűrőprogramokon is, amelyeket a háziorvosi szolgálat folyamatosan biztosít a szombathelyiek számára. Végezetül pedig polgármester úr, tekintsünk előre a hétvégére. Szombathelyen több mint 100 esztendeje repülnek az emberek. A repülés az egy népszerű sport és népszerű tevékenység. Nagyjából ilyen időtájban, minden esztendőben a repülőtéren lévő emlékműnél emlékeznek az ősökre, emlékeznek az elődökre, a repülő bajtársakra. Most is ez lesz a repülőklub tagjaival, együtt megkoszorozzuk az emlékművet. Annyit még hozzá kell tenni, hogy a koszorúzás után egy egész napos repülőnapi kavalkád lesz, úgyhogy ajánlom a fiataloknak, idősebbeknek, hogy menjenek ki a repülőtérre, sok-sok érdekes dologgal találkozhatnak. Szombaton fontos meccs lesz, hajrá haladás, jön a Mezőkövesd. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták, hallották, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!